Érsebészeti műtétek maradtak el, mert nincsen elég műtős segéd a Péterfi Sándor kórházban, írja a 168 óra. Az intézet ezzel szemben azt írja, elvégezték a sürgősségi műtéteket. Komáromi Zoltán itt van a stúdióban, ugye egészségpolitikusról, házi orvosról van szó. Előtte jöjjön egy rövid összefoglaló. Nincs elég műtős segéd, így műtéteket kellett elhalasztani a fővárosban a Fiumei úti baleseti sebészeten, tudta meg a 168 óra. A lap információi szerint kedden egy érsebészeti műtétet sem tudtak elvégezni a kórházban. Állítólag reggel még betolták az első beteget a műtőbe, végül azonban beavatkozás nélkül kellett visszavinni a kórtermébe. Egy ápoló az egyik hozzátartozónak annyit mondott, hogy szerdán érdeklődhetnek újra, lesz-e műtét. Az intézmény híradónknak küldött válaszában azt írta, a sürgős műtét elvégeztük, és a következő napokban is el fogjuk végezni a Péterfi Kórház rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézetben. Ahogy említettem, Komáromi Zoltán háziorvos egészségpolitikus a vendégem. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy ma reggel minket választott. Legyen egy laikus kérdésem mindjárt az elején, hogyha én úgy látom, hogy az ország egyik, hanem a legismertebb intézményében, legalábbis erre szakosodott intézményében ez előfordulhat, akkor ez a jéghegy csúcsa, illetve tegyük tisztába, előfordult egészen pontosan ez a helyzet, hiszen a tagadás és az állítás az gyakorlatilag két párhuzamos valóság végpontja. Azt hiszem, hogy 5-6 éve mondtam, lehet, hogy ebbe vagy egy emellette föntebbi stúdióba. De nálunk ez a lényeg. Igen, hogy ott fog fölfesleni az egészségügynek a szövete, ahol az akut ellátás van, és ahol nagyon hirtelen és nagyon gyorsan kell beavatkozni, tehát a mentőknél, a sürgősségi osztályokon, a sürgősségi műtéteknél. Ez a történet több sebből vérzik, és hogyha csak egyet említsek, a beteggel és a hozzátartozójával miért a műtős fiú vagy beteghordó közli azt, hogy elmarad a műtét, vagy hogy érdeklődjön majd, hogy mikor lehet műteni. Azért ez minden civilizált országban négy szem közt a beteg és az orvos között történik, és az orvos mondja el a hozzátartozónak vagy a betegnek, hogyha véletlenül ilyen szituációját, mert akár mint Ausztriában is lehet egy kórházba, amikor egy influenza járványnál egy nap 4 vagy 6 műtős fiú betegszik meg, és el fognak maradni műtétek. Nem a sürgősek, az előjegyzettek, de ezt nem így kell közölni a betegekkel. Doktor úr, egy pillanatra menjünk vissza a KIH-hoz, segítsen nekem megérteni, hogy egy műtős segéd egészen pontosan mit csinál, milyen képesítéssel kell, hogy rendelkezzen, mennyi pénzt kap, ha és amennyiben kiesik a rendszerből, kivel, milyen képesítés mellett lehet pótolni az ő munkáját. Hát vegyük azt, hogy a legalapvetőbb szakma a beteghordó, hogy a beteget szakszerűen megfogja, kommunikáljon vele a műtét előtt óhatatlanul, izgatott és szorongó beteggel beszéljen 3 normális szót, és úgy tolja be a műtőbe, hogy meg tudja úgy fogni, hogy föl tudja tenni az asztalra, akár egy 120 kilós. Tehát ez egy szakmunka, és nem egyszerűen arról van szó, hogy A-ból B-be átviszik a beteget. Így van, és éppen ezért tartom álságosnak, hogy azt mondja a kórházigazgató bármelyik is, hogy majd a beteghordókat ők átképezik műtősegédé, mert ez nem egy napos munka. Meg lehet tanulni, meg lehet tanítani egy arra alkalmas embert erre, de ez egy nagyon összetett dolog, és ugyanolyan része a fogaskerekeknek egy műtősegéd és egy műtétnél, hogy ott legyen minden, akkor ott legyen, az egy műtős nő és egy műtősegédnek ugyanúgy ott kell lenni, mint a nagy professzornak, aki végül is a műtétet elvégzi. Hadd térjek vissza még egyszer ugyanarra a kérdésemre, mennyit keres ma Magyarországon egy műtősegéd? Amiket hallottunk, minimálbér, ami azt jelenti, hogy nettó 99 ezer forint, ami azt jelenti, hogy 570 forintos órabér. Szóval ezt, ha valaki úgy szembesül ezzel az adattal, akkor ennyit ér egy betegnek az élete, hogy ténylegesen oda viszik, akkor viszik, úgy viszik, hogy nem ejtik el, hogy betakarják. 570 forintos órabér. A 99 ezer nettó, amit említett, valóban borzasztóan kevés. Csak a pénzhiány az oka? Az egész mögött a pénzhiány van, ugyanis nem csak az a gond az érsebészetnek, nem az a gondja, hogy nincsenek műtőssegédek. Magyarországon, ha normális országos érsebészeti ellátást szeretnénk, tehát hogy ne kelljen 4000 lábat amputálni esetleg fölöslegesen, indokolatlanul, ehhez 180 érsebészre lenne szükség országosan. Ehelyett van 119,
Ezt a szakma vezetői mondták el újságíróknak, és ebből 71-en vannak olyan szakorvosok, akik kizárólag érsebészettel foglalkoznak, magyarul 40-50 orvos, sebész és érsebész. Hadd világítsam ezt meg az alapján, ahogy én laikusként elolvastam, maximum akkor kijavít, hogyha valakinek van egy elzárulása, és eljutna egy érsebészhez, akkor pillanatokon belül, órákon belül meg kell őt műteni az életének a megmentése érdekében. Ha nem jut el, adott idő, ha jól tudom, talán 2 órán két belül. Nap. Két napon belül, de utána 2 órán belül igen. Műteni kell, ha nem jut el, akkor onnantól fogva a végeredmény amputáció. Magyarul, ha abban a kórházban vagy abban a körzetben nincs érsebész, akkor a végállomás nagy valószínűséggel maga az amputáció. Jól fordítottam ezt? Ugyanis ha nem amputálják ezt a végtagot, ami elzáródott, és onnantól kezdve tulajdonképpen a beteg szepszise, tehát vérmérgezése, a szervezetének a toxikus állapotba kerülése, a tét, ha levágják azt a lábat, ami egyébként 1 vagy 2 napja elzáródott benne a verőér, akkor megmentik az életét, de ha nem, akkor meghal. És ez nekünk a társadalombiztosításon keresztül évente 30 milliárd forintba kerül. Az amputáció, a rehabilitáció, a bűvégtag, és 4000 családot tönkre tesz ez évente. És a kiesett munka, és a megváltozott életképesség, vagy lecsökkent életminőség. Most ha én kérdeznék, hogy ön szerint egy ilyen korszerű érsebészeti hálózatot mennyiből lehetne működtetni Magyarországon, akkor mennyi pénzt mondana? De fogalmam sincs, mert 2 milliárd forint. Tehát 2 milliárd forintból fenn lehetne, örülök, hogyha ezt a számot elmondja, ezt össze is lehet venni, 2 milliárd forintból meg lehetne csinálni egy központot. Igen, csak hány központra van szükség? Hát kellene körülbelül 15-16 központ, nagyjából mennyi van? Most azt hiszem, hogy összesen van 29. Az rendben egész. Van, és mennyi hiányzik? Tehát az a 15, amit mondasz, annyi kellene még? Vannak úgynevezett progresszivitási szintek, tehát van egy városi kórházi szint, egy megyei kórházi szint és egy országos szint. Tehát a 3-as, 4-es progresszivitási szintben kellene körülbelül Magyarországon 5-6, tehát gyakorlatilag az egyetemi városok és Budapesten 2 vagy 3. Oda kellene összpontosítani és koncentrálni az érsebészeket, csak az a baj, hogy érsebész sincsen. Megint csak a szakma vezetői elmondták, hogy ebből a jelenleg 119 érsebészből 60-70 év között vannak 32-en, 70 éven fölül vannak 5-en, és összesen 33 szakorvos jelöltjük van. Tehát magyarul azt tudják pótolni a következő 5 évben, akik nyugdíjba mennek. Itt ehelyett, hogy megduplázódna a számuk. Itt is van területi eloszlás differencia, tehát Budapesten. Hol a legrosszabb a helyzet? Hát Budapesten természetesen. Budapesten a legrosszabb? Mert szét van terítve. Hát most ki kellett volna mondani a szakma vezetőinek, vagy akár a Péterfi Sándor utcai kórház vezetőinek, hogy kérem szépen, nem tudjuk tartani a Péterfi Sándor utcába a 0-tól 24 óráig, január 1-től december 31-ig érsebészeti ügyeletet, illetve ezt, hogy készen létet, hogy mindig legyen érsebész, arra tudunk vállalkozni, hogyha egy olyan sérült jön be az Országos Baleseti Intézetbe, ahol érsebészeti beavatkozás is kell, akkor behívunk egyet. Mondja például, a várólisták mennyivel növekednek vagy csökkennek például ilyen esetekben? Egészen pontosan. Nem tudni, ugyanis az érsebészeti beavatkozások nincsenek rajta a sokszor emlegetett várólistákon, mert ott a csípőizületi műtét, térdizületi műtét, gerinc műtétek, tehát olyan műtétek vannak felsorolva, a szemlencse beültetés. Ha már feldobta a nem az érsebészethez kapcsolódó dolgokat, ugye az egyik kormányzati kommunikáció az volt, hogy csökkentek ezek a bizonyos várólisták, ez egyébként megfelel a valóságnak? Azokban a kategóriákban, amiről dicsekszik a miniszter úr, ott tényleg csökkentek, de már ott is rossz számokat mondott, nem azt a számot mondta, ami fönn van a NEAC honlapján, de nem ez a lényeg. Magyarországon az akut beavatkozásoknál kellene, hogy legyen mindenhol olyan készültség, hogy ezt meg tudják csinálni, és ami jóval nagyobb baj, hogy a járóbetegellátás, hogy egy-egy alapvető diagnosztikus vizsgálatra is hónapokat kell várni. Szűk 40 másodpercünk van. Én mindig úgy tudok valamit értelmezni, ha van egy összehasonlítási alapunk. Magyarország egy ország, Közép-Kelet-Európában 7 szomszédunk van. Tud összehasonlítási alapot például az amputáció számával? Biztos, hogy ahogy a halálozási számban vagy a rák megbetegedések számában, itt is van egy arány, hogy 1000 emberre vonatkozóan hány amputációt végeznek? 100 000 emberre, Szlovákia itt is legyőzött bennünket, mert 29 náluk a 100 000 lakosra eső amputációk száma, az európai 18,
mi pedig 41-jel vezetjük ezt a mezőnyt hátulról. Tehát akkor az európai átlagnál több mint kétszer több amputációt végeznek nálunk. Így van, nálok. És ebben benne van az, hogy a házi orvosoknak nem adják meg a lehetőséget, hogy tisztességesen kezeljék a érbetegeket és gondozzák a cukorbetegeket. A járóbeteg ellátásban nincsenek diagnosztikai eszközök és szakemberek. Az már csak a jéghegy csúcsa, hogy ott ki tudnak ígyítni egy eret, vagy le kell vágni egy lábat. Sokkal hamarabb kellene kezdeni. Komáromi Zoltán, köszönöm szépen, hogy ma reggel a vendégünk volt. Szívesen.